A civil szervezetek tevékenysége alapköve a sikeres társadalom építésének, hangzott el a megyei civil díj átadóján. Ezek az alapítványok, egyesületek nagyrészt pályázatokból finanszírozzák működésüket. Erre forrás lehet az Európai Unió vagy a Nemzeti Civil Alapprogram, de számos más hazai pályázat is nyitott a számukra. Emellett fontos elismerni a tevékenységüket, ezért 2020-tól szakmai zsűri ítéli oda a civil díjat megyénkben. A helyben, a helyi civil életben végzett tevékenység az egyik ilyen szakmai szempont, a másik a megyei komplexitásnak a látása, a harmadik ilyen civil szektor az időbeliség, hogy azért olyan személyeket próbálunk, akik már hosszú ideje, több éve, évtizede művelik ezt a szakmát, és azt gondolom, hogy szintén fontos az, hogy ott a településen, vagy ott a térségben, köztiszteletben álló és térségileg elismert civil szervezetet és személyt díjazzunk. A térségben számos civil szervezet működik, amelyek évről évre aktívabbak. Akár a szociális életben, akár az oktatás, nevelés, képzés területén, vagy a kultúra területén, vagy a turizmus területén is. Tehát a civil szervezeteknek véleményem szerint nagyon fontos szervező szerepe van egy-egy település életében, és akár a kis településeken is, mert néha olyan feladatokat is ellátnak, amelyeket az önkormányzat nem tud olyan hatékonyan, nem tud olyan gyorsan, nem tud olyan emberközeli módon elvégezni. A helyi szervezetek mellett fontos a határon túli magyarok elismerése is. A díjakat ezért úgy osztják meg, hogy két megyei szervezet mellett egy határ mentén tevékenykedő személy is kap elismerést, ezzel erősítve a határon átnyúló kapcsolatokat. Különösen igaz ez most ebben a nehéz időkben, akkor ilyen módon megromlottak a magyar és az ukrán államközi kapcsolatok, meggyőződésem szerint nem a magyar fél hibájából, vagy a méltánytalan támadások, ukránusító törekvések érik a kárpátai magyarságot, amelyhez az utóbbi évtizedekben, kiterjesztően mondhatom, akár még a kommunizmus utolsó éveire is nem volt rá példa. Ezért az egyik 2021-es civil díjat Marosi István, beregszászi görög katolikus áldozópap vehette át. Az ember számára minden díj elismerés, nem kaptam még túl sokat, tehát számomra ez egy kicsikét ilyen új érzés, és kár, hogy egy személy kapta meg, de igazából az elmúlt éveknek, évtizedeknek, amit Kárpátalján dolgoztunk, annak minden munkatársa beletartozik ebbe a díjba, és hát gyakorlatilag ugye rájuk is nagy-nagy szeretettel emlékezem, most, amikor megköszönöm. A Kálmánházán működő nyírségi segítőkéz alapítvány elismerő díjat kapott, melyet a szervezet képviselője vett át hétfőn délelőtt. Jelenleg ott tartunk, hogy bölcsőde működik a gyermekeknek információszolgáltatás a teleházban. Ez azt jelenti, hogy fénymásolás, nyomtatás, faxolás, és ezen túlmenően lakossági pályázatokat is írunk. Ilyen volt például a mosógépcsere pályázat, vagy a hűtőgép pályázat. Jelenleg most ugye regisztráljuk a lakosságot a COVID-oltásra. A 2021-es megyei civil díj harmadik díjazottja Vonáné Pásztor Éva, a Mária Pócsi Művelődési Ház és Városi Könyvtár vezetője volt.